Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Nagyon szerencsés az az ember, akinek a hobbija és a hivatása egy valamiben összpontosul és találkozik. Na igen, az én következő vendégem is, Balla Zsolt, szia! Szia! Te nagyon régóta sorozatfordítással foglalkozol. Ez egy olyan terület, ami a hétköznapi ember számára meghökkentő sorozatfordítás. Úristen, hogyan kezdi el az ember? Miért ezt választja? És egyáltalán milyen metódus alapján működik ez az egész? Mesélj erről nekem. Hát lényegében már kiskorom óta egyébként az angolnak a megszállottja vagyok, ugye nagyon szeretem az angolt. Ugye gyerekkoromban kezdődött még, azt hiszem általános iskolás lehettem, amikor bejöttek az első műholdas tévék, és akkor egész délután a Cartoon Networkön lógtam, és angolul néztem, ugye, mert akkor még nem volt magyar szinkronnal. Úgyhogy megszerettem az angolt, és akkor a gimnáziumban is angol tagozatos voltam, utána pedig ugye nyíregyházi főiskolára jártam angol szakos tanárnak tanultam, és akkor azt hiszem az főiskola harmadik évében kezdtem el ezt a fordítást. Bocsánat. Először ugye csak ilyen hobbiként indult, és hát hobbi az egész lényegében, csak most már egy kicsit magam. Kinőtte magát ez a dolog talán. Picikét, igen. Végülis a saját magam szórakoztatására kezdtem el fordítani. 2008-ban, azt hiszem. És mi az alapja? Én arra gondolok, hogy van egy nagyon-nagyon jó angol tudásod. Gyerekkorod óta érdekel ez az egész világ, ez az egész dolog, hogy megértesd az emberekkel, hogy mit hallanak, vagy látnak esetleg az angol csatornán, az angol filmben. Ez mind szép és jó. De hogyan kezded el magát a feliratozást, a szövegfordítást, hogy csak a hallottakra figyelsz te is, és azt szerint vezeted le magyarra, és készíted el mondjuk a magyar feliratokat, vagy teljesen másképp kezded ennek az egésznek a megalkotását? Hát végül is vannak előre elkészített angol szubok, angol feliratok, amelyek már be vannak időzítve a megfelelő release-ekhez, úgy hívják az ilyen váltásokhoz, vagy képváltásokhoz, ez különböző kiadott a formátumok, ahogy kiadják az adott epizódokat, és ha elkészült ugye az angol felirat, én azt ugye letöltöm, megszerzem, és van egy ilyen feliratozó program, aminek a segítségével a filmfájt és a feliratfájt egymás mellé rakom, helyezem, és akkor így elkezdem felirattáblánként fordítani. Ez ugye attól függ, hogy hány felirattáblából áll egy sorozat, hogy milyen epizódról van szó, 20 perces sorozatról, azaz ilyen szitkomokról van szó, vagy komolyabb drámákról, ami 40-43 percesek lehetnek, és ez változó ilyen 400 felirattáblától akár ilyen 800-ig is terjedhet, és körülbelül 100 ilyen felirattábla elkészítése egy óra, míg a nyers fordítást ugye elkészítem. Nem a reklám helye, viszont érdekel nagyon, és biztos vagyok benne, hogy a nézők közül is páran elgondolkodtak, hogy vajon van-e kedvenc filmed, vagy sorozatod, aminek a nyelvezetét szereted? Persze, sorozatból ugye rengeteget tudnék kiemelni, például elsősorban saját sorozataimat, mondjuk Magyarországon is még jelenleg is futó a Rejtély című sorozat, Fringe, amit nagyon szerettem, az egyik kedvencem, amiből ugye öt évadot sugároztak Amerikában, és azt hiszem most vetítik Magyarországon szinkronosan az utolsó évadot. Holott már 2013-ban befejezték a tengeren túlon, szóval ezért is szerintem olyan jó, hogyha vannak ilyen feliratgyártók hozzám hasonlóan is, például Alias, Szigony, vannak egyébként rengetegen, akik ezzel foglalkoznak. Hogyha valaki nem figyelt volna a feliratunkra, hogy mi a művész neved, vagy a szakmai neved, akkor Casson, vagy jól ejtem? Casson, igen. Jó. Tehát így ismerhetnek téged mondjuk azok, akik ezeket a feliratos filmeket, sorozatokat választják. Beszéltünk akkor a kezdetekről, az, hogy mi alapján és hogyan működik a te munkád, vagy éppen hobbid. Nagyon sokan követnek téged, tehát ez a művésznév, vagy munkanév, amit most
most említettünk, ez nagyon sok nézőnek akár ismerősen csenghet. Reméljük. Reméljük, reméljük. Van egy közösségi oldal, a legnagyobb közösségi oldal, ahol te is megtalálható vagy, nem feltétlenül csak magánszemélyként. Ott hányan követnek, vagy lájkolnak téged? Már azt hiszem több mint 11 ezer, úgymond rajongóm van az oldalon, ami hihetetlen nagy büszkeséggel tölt el. Lényegében ugye teljesen non-profit megy ez az egész dolog, mindent ugye a rajongókért, aztán az egyedüli fizetség, úgymond, amit kapunk, az az elismerés, és ugye nagyon jó látni például, ha egy epizód felirata alatti posztban 90-100 kommentben is köszönik meg felé, aztán én istenítő jelzőket használnak, aztán csak nézem, és akkor egyszerűen le vagy döbbenve. És neked azon is le lehetsz döbbenve, hogy nem feltétlen csak hétköznapi emberek szeretnek téged, hanem van azért egy pár ilyen ismertebb név is, aki ott van a te neved mellett, és mindenképpen csak téged akar. Igen, igen, vannak ilyenek, ugye például Dombóvári István, egyik leghíresebb stand-uposunk ugye Magyarországon. Ő is rendszeresen ez a Rejtély című sorozat volt, neki is a kedvence, és a Rejtély című sorozatnak a feliratai alá észrevettem, hogy mindig kommentelgetett, és köszöngette meg felé a feliratokat. Miért tartott fontosnak amúgy a te munkádat, vagy hobbidat? Kiknek tudsz így segíteni, és egyáltalán miért jó az, hogy egy angol filmet, vagy egy külföldi sorozatot nem feltétlenül szinkronosan néz meg valaki? Ez a mi angol tanárként ugye mindig szoktam ezt javasolni a diákjaimnak is, hogy nézzék, mindenképp nézzenek sorozatokat eredeti nyelven, magyar felirattal, mert nagyon sokat lehet fejlődni, ugye az angolt nagyon jól tudják vele fejleszteni, az angol tudásukat. A hallás alapján ugye az angolnak a megértését. Aztán ez nagyon hasznos lehet azoknak, akik szeretnék jobban elsajátítani például az angol nyelvtudásukat, jobban szeretnék fejleszteni. Úgyhogy mindenképp ajánlom, mert ugye a másik dolog pedig, hogy a szinkron sosem tudja visszaadni azt az élményt, amit az eredeti nyelven vetített sorozat például, vagy akár legyen ez film is, mert tényleg a karaktereket nem tudja a szinkron úgy átadni, ahogy eredeti nyelven, és aki pedig csak így szeretné nézni, annak pedig csak ez marad, hogy feliratosan nézi a sorozatokat, vagy filmeket. Jó végszó volt, nekem tetszik ez a gondolatsor, meg ez az elv, amit vallasz, hogy igenis halljuk meg nézzük meg eredeti nyelven, és akkor, ha nincsen meg az a tudás, akkor ott van az a felirat, és segít nekünk. Én köszönöm szépen, Zsolt, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köszönöm vagy Kasszon, nem is tudom, hogy melyiket használjam. Maradhatunk a Zsoltnál. Akkor maradunk egyelőre a Zsoltnál. Megvárjuk azt, hogy meddig fejlődik ez a ranglétre a te életedben, aztán ki tudja pár év múlva honnan fogsz visszaköszönni ránk, meglátjuk. Hiszen tényleg nagyon sokan követnek téged. Köszönöm szépen még egyszer, maradj még velünk, köszönöm. Hiszen egy kiállítást ajánlok akkor neked és meg a kedves nézőknek. A műsor elején már említettem, Alföldi Szecesszió című kiállítást nyitottak meg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Szerdától a következő hetekig látogatható ez a tárlat. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár ad otthont a Kiskunfélegyházáról indult Alföldi Szecesszió című vándorkiállításnak. Az érdeklődők 10 tematikus és 10 mikrorégiós tablón több mint 150 épületet tekinthetnek meg. Egy vándorkiállítás nyílik, amelyet február 15-ig láthatnak az érdeklődők. A Kiskunfélegyházi múzeumból indult el ez a vándorkiállítás, és úgy kerültünk kapcsolatba vele, hogy az egyik szervező megkereste az egyesületünket, hogy az alföldi szecessziós épületekből szeretnének átnyújtani egy csokorra valót, egy kiállításra való fotót bemutatni, és kértek tőlünk is fotókat. És akkor nekem eszembe jutott, hogy ha már Nyíregyházáról is küldünk fotókat erre a kiállításra, akkor miért ne jöhetne el Nyíregyházára ez a kiállítás, és így az első állomása a vándorkiállításnak a mi városunk.
nagyon sok szép szecessziós épületünk van. A Nyírvízpalotát mindenki ismeri, az egyik legszebb épületünk, de vele átellenben a Szabolcs takarék épülete. De hogyha végig sétálunk a Széchenyi utcán, akkor még több szecessziós házat láthatunk, amelyik pedig a mi kedvencünk, a legalábbis gondolom nagyon sok nyíregyházinak, a Szent István utcán a Pávás ház, amelyik szintén ebben a stílusban épült. Nagyon-nagyon igényes munka az akkori építész, és valószínűleg az építtetője is, aki ezt a tervet elfogadta és megvalósította. A megnyitón több építész is részt vett, köztük a kiállítás szervezője Brunner Attila is. Veres Dániellel közösen kidolgoztunk egy koncepciót, ami alapján módszeresen és tematikusan elkezdtük gyűjteni az Alföldön található szecessziós épületeket, és ekkor döbbentünk rá arra, hogy ez sokkal-sokkal több, mint amit Gerle János vagy bárki más korábban elgondolt vagy kikutatott volna. Úgyhogy ebből született ez a kiállítás, támaszkodva részben a Bagyinszky Zoltán féle albumra is, de nagyon sok új kutatási eredmény is napvilágot látott benne. És azzal a céllal fogja járni az országot, a vándorkiállításának első állomása Nyíregyháza, hogy felhívja erre a rendkívül gazdag és fontos szecessziós épített örökségre a figyelmet. A kiállítás alapja 2008-ban Gerle János építész szerkesztésében és Bagyinszky Zoltán fotográfus képeivel megjelent Alföldi Szecesszió című album, azonban a könyvanyag nem terjed ki több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre, többek között Nyíregyházára és Nyírbátorra sem. A most megnyílt tárlat mindezt pótolja. Tematikus és regionális felosztásban is, regionális alatt azt értem, hogy megyei, kisrégiós lebontásban igyekeztünk egy-egy tájegységnek az épített örökségét bemutatni. Másrészt pedig olyan tematikus tablókat is készítettünk, amelyek egy-egy jelenség csoportra, jelenség típusra koncentrálnak, mint például a paraszti polgárosodás, ami egy nagyon fontos társadalmi változás sor volt, és az Alföldön különös jelentőséggel bírt, vagy például az urbanizáció, ami az alföldi települések esetében megint csak különbözött a dunántúli, vagy felvidéki, vagy erdélyi városok városfejlődésétől. A kiállítás Nyíregyháza után Nyírbátorba szállítják, majd a Bátori Múzeumba, de látható lesz később Szegeden, illetve több határon túli településen is bemutatják majd az építészet kedvelőinek a négy nyelvű tablókat. A tárlat a Szabolcsi megyeszékhelyen február 15-ig a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható. Önök is tudják, hogy minden évben van egy olyan egész Európát megmozgató dalverseny, ahova mi magyarok is minden évben nevezünk. Na most van egy előválogató, a dal. Azért merem ezt kimondani, hiszen közszolgálati televíziós műsorról van szó, idézőben nem reklámozunk senkit, csak a Parnograsztot, mert hogy itt vannak a srácok, és ott van a lehetőség előttetek, hogy ti legyetek majd Magyarország képviselői. Sziasztok, vendége Molay József és Bartos Zoltán. Szia, szia. Nos, hogyan, miért jelentkeztetek erre a megmérettetésre? Miért gondoltátok azt, hogy igen, nekünk is meg kell ezt próbálni? Az igazság szerint nem mondhatnám, hogy idézőjelben úgy jelentkeztünk. Ugye régen megfordult már a fejembe ezelőtt 3-4 évvel, hogy lehet, hogy kéne egy dalt írni erre műsorra is, bárni csak így érdekesség szempontjából, hogy vajon egy olyan dal, ami egy cigány autentikus folklór zenéből merítkezik, az vajon egy ilyen megmérettetésen hol találja meg a helyét. És hát ugye ez egy egész véletlenszerű dolog volt, mert hogy ugye én éppen akkor a gitáromon prücsköréztem a Lacey Lacey-nek a Make Note-táját. A meglepetés. Mindegy, egy AC/DC dalt, amit fel fogunk dolgozni, és a reklámba pont ment ez a dal című műsort reklámozták, és a feleségem mondta, hogy nem kéne benevezni erre, és akkor így jól mondom, de most nem avval vagyok elfoglalva, most inkább ezt, és csak erőszakoszkodott, hogy de csináljál már valamit, és akkor na jó, akkor legyen.
És akkor még aznap este megcsináltam a dallam részét, aznap este megírtuk a fél szöveget, másnap meg megírtuk az egész szöveget a dalra. De látjátok, hogy itt is egy nőnek a keze van ebben az egész dologban? Mindenben a nőnek a keze van. Úgy azt szokták mondani, hogy egy sikeres ember háta mögött mindig egy nő van. Mondjuk én nálam ez nagyon aktuális, mert hogy a kitérve egy kicsit a témától, ugye a pécsi filmgyár csinált egy cigány meses sorozatot, hogy a magyar népmesék befejeződött, és egy cigány népmeses sorozatot, ott is pályázatot adtak ki, és ugye az történt, hogy ott is Andri noszogatott, hát csináljál már rá valamit, hát valamit csinálj, jó, megcsinálok rá, de az nap, amikor lejárt a beadás határidő, összeraktam, elküldtük, hát mi történt, én nyertem meg a pályázatot, úgyhogy a 13 vagy 14 sorozatos mesének. Nagyon szerencsés akkor olyan dolgokat elfogadni és rábólintani, amit mondjuk a párod, a feleséged kicsit erőszakol rátok, hogy igenis csináljátok meg, pályázatok, adjátok be, stb. Zoli, te hogy keveredtél a Parnograszt házatájához, hiszen nem vagy alapító tag, ha jól tudom. Nem. Igazából én úgy kerültem hozzájuk, köréjük, hogy a lányom, még mind a két lányom táncolt a Nyírségnéptánc együttesben, és Józsék ott rendszeresen csináltak ilyen házi bulikat így a Nyírséggel, és a Szikes meg ők, és ezek, én is eljártam a lányomék miatt, vagy családostól, vagy csak én. Aztán hozzákeveredtem a Nyírséghez, és hát bennem volt mindig ez a... Hát láttam őket, ismertem őket, a lányomék is sokat hallgatták, de egyébként így szakmai nem voltunk semmilyen kapcsolatban. Ezeken a bulikon játszottunk, néha kopácsolgattunk. Aztán Józsi keresgélt egy másik formációhoz, nem dobost akart keresni, hanem inkább egy ilyen ütőhangszeres zenészt, mert úgy látta jónak, hogy nem dobost akar, hanem uh-huh. valami mást. És akkor egy más projekttel kapcsolatban összejöttünk, az is másfél éve? Másfél éve. Valahogy így. És akkor azt megcsináltuk, ott csináltunk egy lemezt, és akkor az már ebben volt. Félre ne értsétek a kérdést, de engem nagyon érdekelne, hogy Józsi hogyan vélekedik rólad, hogy mennyire tudja Zoli is visszahozni azt az ízt, amit ti kerestetek, hiszen azért itt cigány folklór zenéről van szó, egy ilyen autentikus világba belecseppenni a Zolinak, tehát sikeresen helytáll és át tudja venni a ti rezgéseiteket? Igazság szerint ugye volt próbálkozásunk dobosokkal, uh-huh. budapestiekkel, és soha nem jött elő az, ami így belülről azt mondja, hogy na igenis, ez az, amire nekem szükségünk van, nekünk is szükségünk van, és akkor ugye, mikor Zolival elkezdtünk dolgozni, akkor ő, de hát nem azt a ritmust ütötte, amit az ember várt volna, hogy ide egy esztán, vagy egy funky jön, vagy egy valami poppos, vagy valami. Tehát nem feltétlenül kiszámítható. Igen, uh-huh. hanem valami egészen más, de valami olyan dolog, amit így nem is igazán tudtunk lekövetni. Uh-huh. És akkor ugye, amikor összerakódott a dolog, amikor megérett, akkor viszont hallgattuk, meg gyakoroltuk, és akkor azt mondtuk, hogy na, ez kell nekünk. És ugye ez minden olyan zenébe, amit közösen csinálunk, és amivel Zoli szerepet játszik, az pont ettől lesz érdekes, ettől lesz más, legyen az, ha elkezdenénk egy rock'n'rollt játszani, akkor a Zoli biztos nem rock'n'rollt ütne rá, hanem valami olyan dolgot, ami meg se fordulna a mi fejünkbe, de mégis passzol hozzá. Ugye a dallal is ugyanez történt, hogy amikor megszületett a dal, kész volt, és akkor próbáljuk el, és mi legyen, mit csináljunk, és akkor az történt, hogy elkezdtük játszani, és az Zoli előtt, és elkezdtük ütni.
És ennyi. És tényleg megszületett a Pornograszt dalja, zenéje, muzsikája. Mi a célotok ezzel? Tehát ténylegesen az, hogy meg is nyerjétek ezt a kereséskutatást, vagy nagyobb teret adni magatoknak, de hát már így is ismernek jó sokan titeket szerintem. Hát igazság szerint mi nekünk a szándékunk végül is csak az volt, hogy így bekerüljen a 30 közé az őszinte dolgot, meg nem is számítottunk rá, hogy mert egész más világot képvisel a dalnak a stílusa. Igen. Ugye, ott de inkább mégis ilyen... olyan magyar. Igen, hát, igen, igen. Lehet és... bőségesen ott az élmezőnyben szerintem. Igen, és ugye ahogy ez elkészült, de nem számítottunk arra, hogy ez bekerül a legjobb 30 közé. És ugye igazság szerint a célunkat mi már ezzel, én azt mondom, hogy elértük azzal, hogy bekerült a 30-ban, igenis bebizonyítottuk azt, hogy igenis megállja a helyét egy olyan zenekar is, aki az autentikus cigányzenékből táplálkozik, onnan merít a dolgait, megállja egy ilyen dolgon is a helyét. Aztán, hogy ez most tovább jut-e, meddig jut tovább, ezt szerintem rábízzuk a Jóistenre, meg majd a közönségre természetesen, mert ezt előre látni nem igazán lehet, hogy ebből meddig tudunk tovább menni. Biztos vagyok benne, hogy lesznek megyebeli sikerek ebben a bizonyos tehetségkutatóban, úgyhogy hajrá, én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ne feledjétek ti sem, meg hát természetesen önök sem, hogy holnap napkoron Böllér verseny lesz, ha tehetik, akkor mindenképpen látogassanak ki erre a rendezvényre. A héten harangozták be ezt hivatalosan is, egy kis összefoglaló következik, és ízelítő, hogy mi várható majd holnap napkoron. Újdonság, hogy úgynevezett gasztrojeggyel a versengő csapatoknál is kóstolhatnak majd az érdeklődők a napkori Böllér versenyen, hiszen a legtöbben ezért látogatnak ki egy-egy gasztronómiai rendezvényre. A hurka kolbász mellett a falusi disznótoros kiváló ételei készülnek majd a fesztivál helyszínen. 15. alkalommal kerül megrendezésre a Böllér verseny, aminek a nevében nemzetközi Böllér versenyként hirdetjük, hiszen az is. Három csapat indul most határon túlról, ez három testvértelepülésünk, Szatmárhegy, Erdőd és Kaplony. Tehát a nemzetköziség az adott, de az bátran kimerem jelenteni, hogy több érdeklődő van már, tehát az ország minden részéről, Szegedtől, hagyd ne soroljam, hogy honnan, hogy buszokkal érkeznek és parkolásról érdeklődnek. A rendezvény hivatalos tájékoztatóján a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke elmondta, a Magyar Turizmus ZRT az idei évet ismét a gasztronómiához köti majd, mint a 2015-ös évet. Most a gasztronómiai élmények éve lesz ma Magyarországon, amely marketing, egy bizonyos marketing szemléletet tükröz. Mi, mint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, országos elnökség úgy döntöttünk, hogy 100%-ban támogatjuk ezt az elképzelést és a Turizmus ZRT-nek az ez irányú teendőit. 2016-ban mi is nem csak ezeket az élményeket szeretnénk végigkísérni rendezvényről rendezvényre, hanem különböző programokkal jelentkezünk majd mi is az ország bármely pontján megjelenhetnek kollégáink. Egy több oszlóból, egy több sorozatból álló rendezvényt kívánunk, akár magyar és nemzetközi neves séfek élménybeszámolóit hallgathatják, illetve az új technológiai folyamatokkal ismerkedhetnek a szakértők, és nem csak a szakértők, hanem azok a gasztronómiai szerelmesek, akik éppen most tanulnak főzni, vagy sokkal jobban szeretnének főzni, mint egy mesterszakács vagy egy mesterséf. A január 16-ai napkori Böllér versenyen versengő csapatok a népi hagyományoknak megfelelően idén is mongalicát dolgoznak majd fel. Úgy készítjük, mint a sertés, mint a hagyományos sertés, hogy készítjük elfele. Ugye tisztításon van a probléma, hogy sokan nehezenek tisztelni, ugye göndösszőre miatt sokan nehezen jön a szőle róla. De ez a rendezvényen mindig látunk hagyományos szalmával perzselés is szoktunk látni, és nagyon-nagyon jó. Igaz, lehet látni a különbséget őszem, mert általában ilyenkor a bőr, vannak olyan részek, ahol megégnek a sejtésen, viszont akkor is jó ízen a sejtésnek, ugye kiszakadnak, de hát ezt tudjuk, mert ez így volt, hogy kiskorunkban is emlékszünk rá, hogy ott is így történt. Van a másik fajta perzselés, amikor ez a fa csutkás perzselik. Az egy nagyon-nagyon lassú dolog, de régen disznóvágás ugye nem 12 tartott, hanem vasárnap esett a disznóvágás, ugye hosszú volt, és szépen nyugodtan elkezdte egy disznót. Ez egy családi rendezvény volt otthon, mindenkinek nagy család összejött ilyenkor, ugye talán ajultam akkor Andrásnaptól egész, ugye majdnem karácsonyig volt, disznóvágások voltak. És
nagyon jó volt. Édes teljes, hogy hasonlóképpen ugye azt mondjuk, hogy a mangalicának teljesen zsírsavat tartalmaz, de csak a fiatal mangalicánál fordul elő. Édes teljesen a húsnak jobb íze van, mert zsírral át van pici szővel, nincs olyan sovány, pici zavtasabb a hús, azt tudjuk mondani, nem zsíros a hús, hanem zavtasabb a hús. Milyen ételek szoktak készülni ezen a rendezvényen, és egyáltalán mit zsűriz a szakma? Hát teljes igény nélkül zsűrizni fogunk fogópálinkát, forralbort, hurkát, vagy kétfajta hurkát, toroskáposztát, kolbászt, a legjobb böllért. Ezen kívül nagyon sok étel készül meg, ezen kívül, mert ugye vannak, ez a nemzetközi a verseny, és például nagyon sok csobles fogunk kóstolni, bogoslás fogunk kóstolni. Olyan jó érzés az, amikor mindenki a saját kis területén találja, hogy szokásait hozzájáll. És akkor mégis mindig tanulunk belőle, hogy hú, ez hogy készül, ugye a hidegmájás, itt nem, hidegmájás nem divat. De Erdélyben például ugye ez folyamatosan működik, és hú, olyan jó, meg tudjuk azt kóstolni, hogy hú, milyen jók ezek az ételek. Itt a főszerep az a mangalicáké, de nyilván kapcsolódó programként reggel 8:30-tól este 7 óráig folyamatosan színpadi produkció van. Ezt próbáltuk úgy összeállítani, hogy mindenki találjon valami magának valót. Reggel kezdünk népdallal, néptánccal, utána átmegyünk egy kis humorba, utána egy átvezető zenekar, és itt fognak érkezni majd a mulatós kategóriák. Kiemelhetném mondjuk a Nótár Mérit, akit ugye nagyon sokan kedvelnek, a Jolly és Suzy, és hagyd ne soroljam, és sokan mások. Alföldi szecesszió címmel szerdától látogatható egy érdekes tárlata Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban, de jövő hétre is ajánlok önöknek egy kis programot. Doni emléktúrát szervez a Honvédsuli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 100 kilométert lehet majd velük megtenni. 22-én Dombrádról indulnak, és Gégényhez érkeznek majd pár nap múlva. Vaszkó Bencéknek pedig egy zenés, lírás, esztétikai desszertjük lesz január 22-én szintén, ez pedig a Művésztúdióban lesz látható. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, addig is szép hétvégét, jövő hétre pedig kitartást. A viszontlátásra!